Jó estét kívánok! A Szombathely ma egy témával foglalkozik ma este, ez pedig az autizmus. Megismerkedhetnek ezzel a fogalommal, megtudhatják, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak a családoknak ma Magyarországon, ahol autizmussal élő gyermek vagy felnőtt él. Mit kell tudnunk az oktatásukról, mit kell tudnunk a segítségnyújtásról, és természetesen még sok más kérdést is megpróbálunk belesűríteni az elkövetkezendő csaknem fél órába szakemberek segítségével. Ezt követően a polgármesteri interjúval folytatjuk tovább. Ha tehetik, tartsanak velünk. Témánk tehát az autizmus. Négy szakembert köszönthetek itt a stúdióban. Prekop Csilla, a Vadaskert Alapítvány Gyermek és Ifjúság Pszichiátriai Kórház és Szakambulancia Autista Munkacsoportjának szakembere, kezdi csokkolom. Kolléganője Solt Anna, ugyanebből az intézményből érkezett. Nádorné Vörösi Bolya, az Esőemberke Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Nacsa Szilvia, az Aranyhíd Nevelési Oktatás Integrációs Központ gyógypedagógusa. Köszönöm mind a négyüknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagy öröm, hogy budapesti vendégeket is köszönthetünk itt a stúdióban. Bár ők Szombathelyen azért elég gyakran előfordulnak, mert hogy rendszeresen járnak továbbképzéseket, szülőtréningeket tartani, erről is szó esik majd az elkövetkezendőkben. De azt gondolom, hogy elsőként is ezzel a fogalommal kellene egy kicsit megismertetnünk a nézőket. Mi is az autizmus? Mit is jelent ez a szó? Az autizmus az idegrendszernek egy olyan rendellenes fejlődéséből következő állapot, ami fejlődési zavart okoz, és nem feltétlen minden területen, amit szoktak mondani az általános fejlődési zavarokra, az értelmi fogyatékosságra, hanem elsősorban a társas kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés, a környező ingerek feldolgozásának problémája, különféle látványos és nem látványos tünetei vannak, és elsősorban akkor kezdik észrevenni ezt az állapotot a családok, amikor a gyereknek már kéne beszélni, kéne a beszédet használni arra, hogy az interakcióban részt vegyenek. Igen. Tudunk-e az okokról valamit, hogy miért alakul ki ez az állapot? Hát amit pillanatnyilag tudunk, az, hogy nagy valószínűséggel genetikailag meghatározott a történet, hát valamilyen genetikai baleset vagy egybeesés eredménye. Ellenben nem találják olyan konkrétan a hibás géneket, amelyek közvetlenül az autizmus okaként megjelölhetőek. Vannak olyan elméletek, amelyek összefüggésbe hozzák ezt bizonyos védőoltásokkal is. Azt el kell felejteni. Tehát ez téveszme, ez nem igaz. Bizonyítottan téveszme, igen. Érintette már az imént azt, hogy mit vehetnek észre a szülők kisgyermekkorban, hogyan azonosíthatják be azt, hogy talán autizmussal élő a gyermekük. Azért azt gondolom, hogy ennél egy kicsit el kellene időznünk. Tehát milyen jelei lehetnek az autizmusnak? Anna? Hát észrevehetik a szülők azt, hogy máshogy játszik. Észrevehetik azt, hogy a beszéd esetleg másképp fejlődik, késik, vagy a beszédet nem tudja olyan funkcióban használni, ahogyan azt egy hasonlókorú, átlagfejlődésű gyerektől, vagy egy testvértől, hogyha van összehasonlítás, várnánk, vagy megszoktuk. Ebben az esetben is fontos az, hogy minél előbb felismeri a szülő, és minél előbb szakemberhez forduljon? Mert ez mindenképpen így van, igen. Minél hamarabb kap segítséget a család, az annál hatékonyabb tud lenni. Ez így van. Hány embert, hány családot érint ez ma Magyarországon? Van erre felmérés adat? Hát van. Nemzetközi adatokat ismerünk, és hát ez most már bőven 1% fölött van. Sőt, vannak olyan adatok, ahol 80-ból egy kisgyerekről tudjuk, és hogy autisták. Növekszik az autisták száma? Erre pillanatnyilag nincs bizonyíték, tudományos bizonyíték. Kétségtelen, hogy növekszik az autizmus diagnózisok száma. De ez nem jelenti azt, nem feltétlenül jelenti azt, ez elsősorban a diagnosztikának az árnyalódását mutatja, de már azért fölmerült, hogy egyéb irányba is vizsgálódni lehet, és hát vannak is erre Magyarországon is, és számos helyen a világban próbálkozások, hogy például a genetikai vonatkozást, vagy egyéb olyan
epigenetikai tényezőket, tehát a genetikai adottságokra ható környezeti tényezőket megpróbálják tetten érni, amivel esetleg megelőzni, vagy befolyásolni lehet a tényezőt biológiai értelemben. Hát ezért nem, mivel nem tudjuk, hogy mi okozza, ezért pillanatnyilag megelőzni nem lehet, nem tudjuk. Autizmus egy fogalom, de azt gondolom, hogy ebben az esetben is igaz, hogy ahány ember, annyi féle, tehát nagyon sok fokozata, válfaja lehet. Ezért aztán nem is autizmusnak, hanem autizmus spektrum zavarnak, vagy spektrum állapotnak hívják ezt hivatalosan. Ez a szakszó. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy egy kicsit segítsünk abban, hogy az autisták élete könnyebbé váljon nevelés-oktatás területén, és azt kérem, hogy most már önök is kapcsolódjanak be a beszélgetésbe, hiszen Szombathelyen is vannak erre példák, az Aranyhíd Nevelési Oktatás Integrációs Központban is. Igen, jelenleg nálunk óvodai és iskolás gyerekekkel foglalkozunk. Az óvodában egy, az iskolában két csoportban foglalkozunk ezekkel a gyermekekkel. Az első fontos, hogy a környezetet úgy alakítsuk ki számukra, hogy az vizuálisan támogatott legyen nekik, biztosítsa nekik azt, hogy bejósolható legyen, ami történni fog velük a nap folyamán. Igénylik, hogy állandó személy legyen mellettük, nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy a megszokott emberrel, a megszokott környezetben legyenek, nagyon nehezen váltanak. Ez fontos dolog, hogy ezt az állandóságot, ezt megőrizzük az ő életükben, hogyha kibillentjük. Inkább a bejósolhatósága fontos. Tehát, hogy tudják előre, hogy mi fog velük történni, hol fog velük történni, és az meddig fog tartani, meddig kell ott lenniük abban az adott szituációban. Az Eső Emberke Alapítványnál mik a tapasztalatok? 17 éve jött létre az alapítvány, akkor én érintett szülőként is annyit mondanék, hogy akkor az én fiam még kisiskolás volt, és az első autista csoportban tanulta az, akkor még az Aranyhíd jogelőd iskolájában. És valóban látszott az a csoport tagjain, hogy a korai megkezdett fejlesztés, az, amire 17-18 évesek lettek és az iskolába kikerültek, többségüknél nagyon sok eredményt hozott, azt nem egyformán fejlődnek, mindegyikük máshogyan, és az akkori kis gyerekek különböző szintekre jutottak. Van közöttük olyan, aki ma dolgozik, de védett munkahelyen dolgozik. Azért ez elég ritka dolog, nem? Vagy általános tendencia ez már, hogy eljuthatnak addig, tudunk annyit segíteni, hogy ők beilleszkedhetnek a társadalomba, és hasznos, egyáltalán munkát végezhetnek? Ezekkel a fejlesztési, új fejlesztési módszerekkel nagyon jó esélyek vannak arra, hogy ha nem is teljesen önálló, de egy kis támogatással majdnem önálló életre is képesek lesznek a legjobbak. De el kell mondani, hogy a többség viszont nem. A többség egész életen át támogató segítségre szorul, és az itteni gyerekek, vagy hát ma már felnőttek többsége sem önállóan tud élni családban, vagy ugye most már a mi lakóotthonunkban is néhányan 5. éve, és aki egy önálló közlekedési szintre eljut, egy bizonyos önkiszolgálási szintre, az már egy nagyon jó dolog, és iskolában is, és a fejlesztésük során is ez a legfontosabb. Tehát a lexikális ismeretek felszedése mellett, vagy mondhatnám, hogy inkább előtérbe azt helyezi az ő fejlesztésük, hogy az önállóságuk és az életre felkészítésük megtörténjen. Ha szabad ezt megjegyeznem, hogy ez is egy érdekes játék most a számokkal, erősen idézőjelben a játékot, hogy most a többség vagy a kevesebbség, tehát azzal, hogy növekszik a gyakoriság, ugye ez két irányban növekszik, a nagyon okosokat is megtalálja a diagnosztika, és a halmozott, tehát nem csak autizmussal, hanem az autizmus mellé társuló egyéb problémákkal élő, jó esetben gyerekeket, ugye, hát néhány esetben meg a felnőtteket találjuk meg, amikor hosszú-hosszú próbálkozások után kiderül, hogy azért itt mindig probléma volt, és mindig ilyen jellegű probléma volt, csak nem volt annyira leplezhetetlen az állapot. Tehát azért nagyon sokan valóban halmozott
határozottan érintettek, amelyben ugye az ellátásban, a nevelés oktatásban a vezető tünetnek nevezzük az autizmust, és elsősorban autizmus spektrum zavarra kidolgozott speciális eszközök, módszerek szükségesek. Egyrészt, hogy jobban megértsék a környezetet, másrészt, hogy ők jobban érthetővé váljanak a környezet számára. Tehát itt a kétirányúság, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és éppen az a cél, hogy a sokszor eléggé nagy szorongások, meg pánikok, meg mindenféle ebből adódó viselkedés problémák helyett a jelzéseinkkel ők előre fel tudjanak készülni bizonyos változásokra, és ne függjenek olyan mérhetetlenül konkrét személyektől, konkrét keretektől, konkrét merev, rigid állandóságtól, hanem képesek legyenek a változtatásra helyszínben, aktivitásban, személyekkel való együttműködésben. Mindez a munkához nagy tudású szakemberekre van szükség, egyrészt, aztán meg intézményekre van szükség, ahol ezek a szakemberek dolgozhatnak. Hogyan állunk ezekkel Magyarországon? Húha, nagy a hallgatás az asztal körül. Egy jó hír, hogy azt hiszem egy éve működik-e, második éve működik a Bácin, az autizmus önálló szak. Az tehát onnan... A Tudomány Egyetem Bárci Buszter. Igen, fontos iskolán akkor. Nem, igen. Tehát onnan most már fognak kikerülni talán nagyobb számban képzett szakemberek. De... És már kerültek is ki, mert vannak olyan szakemberek, akik elvégezték ezt. És nagyon nagy szükség van rájuk, gondolom, hogy egyre több. Hát döntő, mert ugye a köznevelési, közoktatási törvényben még 95-ben megjelent az autizmus, mint egy önálló fogyatékossági terület. De hát a szabályok azok úgy mondják, hogy megnevezhetjük, de az azt is jelenti egyben, hogy a szakszerű ellátásra szükség van. A szakszerű ellátásnak ugye vannak fizikai, tárgyi, oktatási, nevelési, módszertani specifikumaik, amelyek ebben a témában képzett szakemberek által kerülnek a forgalomba. Igen, de akik ma dolgoznak szakemberek, a területen többségük még nem így végezte, nem így tanulta, hanem munka mellett, és az Autizmus Kutatóközpontban, vagy a Vadaskert alapítványnál, a Csilláiknál vannak erre szintén speciális képzések szakemberek számára. Mi van az intézményekkel, a tárgyi feltételekkel? Hogy állunk ki európai összehasonlításban, lehet ilyen csúnyát kérdezni? Hát az oktatási rendszer azért jobban áll talán, de lehet, hogy Csilla inkább elmondja szakszerűen. Az Európa Kongresszuson, ami szeptember végén volt Budapesten, a rezümében nekem kijött, hogy a felnőtt korra és az idősödő autistákra egyre nagyobb figyelmet kell fordítani, mert ugye a gyerekek megnőnek, és egyre nagyobb fel kell készülni. Mm-hmm. Tehát erre is fel kell készülni. Mm-hmm. Most, hogy mi a helyzet a korai fejlesztésnél, ami a legfontosabb? Milyenek a feltételek a kisgyermekkorban? Jelenleg igazából, tehát nálunk az Aranyhídban, az óvodában és az iskolában megfelelő szakemberek segítik ezeknek a gyerekeknek a fejlesztését. A probléma inkább jelenleg ott mutatkozik, akik jól funkcionáló, jobb képességű autisták, és lehetőség van az integrálásukra. Az integráló iskolák nincsenek még jelenleg, és óvodák sem felkészülve a tárgyi eszközök és a szakemberrel sem. Tehát inkább a felé kell most a figyelmet fordítanunk, hogy az ő munkájukat hogyan tudjuk segíteni. Elhangzott itt az integráció szó, az integrált nevelés, ebben az esetben ez az egyértelműen jó megoldás, tehát e felé kell mennünk? Nem. Ugye az első, ami egy fontos lépés azért akkor, amikor ugye elkezdődik a családban az, hogy a gyereknek nehéz örömet szerezni a szülőnek, nehéz megnyugtatni a gyereket, nem jönnek a visszajelzések a gyerektől a befektetett szülői gyöngétség és gondozási műveletekre, tehát akkor elindul azért először egy diagnosztikai kálvária. Hát azért reméljük, hogy az elmúlt 25 év az egy kicsit csökkenti ezt a
ezt az útvesztő jelleget. Utána következik az, hogy a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság megállapítja, hogy amit az egészségügy leírt, az a köznevelésbe fog valamilyen módon támogatást kapni, az az állapot, vagy amiatt a gyermek. Ez nem egy gyógyítandó, hanem egy fejlesztendő, és egy életmódszerűen a szülőt és a szakembereket együttműködésre biztató állapot. És hát ugye, hogy hosszú távon kell tartani, de attól függően, hogy mennyire halmozott a probléma, milyenek a viselkedés problémák, minden autizmussal élő személynek van egy személyisége is mindehhez alapvetően, tehát ez nem úgy van, hogy egy kaptafára mennek a történetek. Nagyon egyediek a részképességek, nagyon különböző az, hogy mennyit beszél, és az a beszéd az mennyire kommunikatív értékű, ugye, mert attól igen, még nem feltétlen tudja beszélgetésre használni, tehát ez azt jelenti, hogy az információ csere magyarul a tanulásban való hasznosítása a nyelvnek sem annyira jól történik. És akkor van egy ilyen válaszút, ami azt mondja, hogy vagy integráljuk, vagy szegregáljuk. A szegregáció ugye azt jelenti, hogy hasonló képességű, extra mértékű segítséget igénylő személyekről van szó, és bizony előfordul az, hogy nagyon magas intelligencia pontszámú, nagyon jól beszélő gyermeket, nem nagy, vagy felnőttet nem tud befogadni a többségi közösség, mert annyi furcsa szokása van, különösen nem, hogyha nincs fölkészülve rá az a közösség, amelyik befogadja gyakorlatilag mindegy, hogy óvoda, iskola, vagy egy munkahelyről van szó, vagy felsőoktatás. És ha nincsen hozzá az a megfelelő mentor, tutor hálózat, amelyik támogatja a befogadókat is, és segít az egyénre szabott segítségadás kialakításában. Igen, ez most is kulcs szó, mint annyi más esetben. Ebben a műfajban elkerülhetetlen, tehát ez feltétlenül lényeges. De nyilvánvaló, hogy nagy energiát kell fordítani arra, hogy ez a befogadó képesség, ez minél jelentősebb legyen. Ez így megoldott Magyarországon, mert azért itt az imént nem egészen erre utaló jelekről hallhattunk. Inkább csak elindult. Tehát még nagyon gyerekcipőben jár. Vannak nagyon jó törekvések, nagyon szép történetek, és nagyon, nagyon heroikus küzdelmek a pedagógusok részéről. Tényleg nagyon sok olyan példát tudunk, ahol ez jól működik és szépen működik, ez de ez nagyon nehéz. Tehát egy pedagógus függő, aki ezt felvállalja és elindítja, vagy akár már a rendszerben is benne van ennek a lehetősége, hogy ők külön támogatást kapnak erre? Hát az biztos, hogy minden munka azért emberfüggő elsősorban. Ez meg különösen. Igen, ez pedig különösen, mert itt azért, mivel nem olyan régóta van autizmus szakképzés felsőoktatásban Magyarországon, ezért nagyon sokan arra kényszerültünk, hogy innen-onnan különböző tanfolyamokról, de önállóan szedjük össze a tudásunkat. Külföldi szakirodalomból, tehát hogy sok olyan forrásból, ami nem adott, hanem nekünk kell megkeresni. Így aztán ez valóban nagyon emberfüggő, hogy erre valakinek mennyi kapacitása van. De azért a rendszer ad erre lehetőséget, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy nem. De azért szerintem hadd mondjuk el azt a történetet, amikor egy alföldi óvodából megérkezett egy már odajáró kisgyerek hozzánk egy vizsgálatra, és hát a processzus során kiderült, hogy valóban a gyanú az autizmus jól jelölte meg, és bebizonyosodott, és hazament a család, és az óvodavezető azonnal jelentkezett a polgármesternél, és azt mondta, hogy vegyük be az alapító kiratba, lássuk el ezt a gyereket, eljöttek megtanulni a szakmát. Szombathelyről is sokszor voltak Budapesten kollégák, hogy nézzék meg, hogy máshol mások hogyan csinálják. Ezek, amikor 25 évvel ezelőtt az autizmus alapítványban elindult Budapesten ez a történet, akkor ez egy teljesen normális dolog volt, hogy havonta találkoztunk a vidéki kollégákkal, és nem jelentett problémát, hogy elutazzanak egy pénteki napon. Belefért a rendszer a szisztémába, hogy helyettesítik azon a napon, stb. És azt tanultuk, amit egymástól tudtunk tanulni. Tehát valóban nagyon sok minden múlik az emberi
dolgokon, de hát a köznevelési törvényben benne van, és a miniszteri rendelet nagyon szépen szabályozza azt is, hogy mik az elvárások, és hát azért a jogok azok jogok. Úgyhogy ezeknek az érvényesülése az hát egy folyamat, nyilván ezt minden társadalomnak tanulni kell. Persze hát sokkal jobb, vagy könnyebb lenne, ha ez szívből menne, igen, egyszerűen csak szívből menne. De hát szerencsére a pályán is vannak sokan szívvel és lélekkel is, és hát a szülők borzasztó sokat tudnak tenni ezekért a dolgokért. A szülőket említette, és önök több más mellett azért vannak most itt Szombathelyen, hogy szülői tréninget tartsanak, a szülőknek adjanak segítséget, ami legalább olyan fontos, mint hogy az autista gyermekeknek, felnőtteknek segítséget adjanak. Hát mi azt gondoljuk, és azért ez a tapasztalat azt mutatja, hogy akkor működik jól egy akármilyen pedagógiai rendszer ebben a témában, hogyha a szülő és a szakember nagyon szorosan együtt tud működni. Tehát itt a szülő valóban partner a gyerek nevelésében és fejlesztésében és tanításában, és nélküle nem lehet ezt csinálni. Tehát neki minden olyan tudást össze kell szednie, és nekünk át kell adnunk, ami ehhez szükséges. Tehát ez elengedhetetlen. És ezek rendszeresek, ezek a találkozások? Időről időre eljönnek Szombathelyre, zajlanak ilyenek az Esvenberka Alapítvány szervezésében? 2007-ben volt az a pályázatunk, amin aztán a lakóotthont 2009-ben el tudtuk indítani. És az indítással való felkészülés során kereste meg alapítványunk a Csillát, és kérte az ő segítségét, hogy jöjjön el, és azóta rendszeresen. Tehát akkor a lakóotthon szakmai felkészítésére, a lakók és a családok felkészítésére volt a hangsúly helyezve, és az utána pedig a működés segítése, szintén a családok esetében is, és rendszeresen most már az egyre több kisgyerekes család, a diagnózissal találkozó szülők kapnak segítséget közösen is, és egyéni tanácsokkal is fogadja őket. Alapítványok jó voltából főként, vagy az állam is szerepet vállal, vagy elegendő részt vállal abból, hogy ezeknek a családoknak az élete egy kicsit könnyebb legyen? Hát én most, ha a szociális helyzetet mondanám, az intézményünk működtetése az több forrásból jön össze, mert az állami támogatás, ami régen normatíva volt, az sajnos az nagyon kevés ahhoz képest, amennyi itt a működési költség. Tehát ezt pótoljuk, meg kell említenem Szombathely város támogatását a létrejöttekor is a lakóotthonunknak, és azóta is minden évben a működéshez kapunk támogatást. Emellett pályázatokból és adományokból próbálunk rendezvényeket szervezni, amiből ki tudjuk pótolni, és hát támogatókat is gyűjtünk, és így tud működni. Na most mennyi időskorig maradhatnak önöknél az autisták? Van ilyen életkor? Ez felnőtteket látó intézmény, tehát 18 év fölött érkeznek a fiatalok, és élethosszig szólhat ez. Nem véletlenül kérdeztem ezt, mert hogy azért nem ez az általános ma Magyarországon, ahogy én tudom, inkább az a jellemző, hogy kisgyermek, gyermek, illetve fiatal felnőtt korban még vannak lehetőségek, aztán utána valahogy elfogynak. Vagy ez is tévesz, mert nem így van? Szombathelyen igen, de persze nem olyan számban, amilyen kéne, vagy amikor az szükség lett. De Szombathelyen ez egy tökéletes. Szombathelyen van, én országos... Igen. Hát világviszonylatban nincs megoldva. És Magyarországon sem, mert a felnőtteknek megfelelő autizmus specifikus intézmény, egy ilyen kis családias lakóotthon, tehát nem a nagy intézmények, igen, a bajok nem férnek bele. Az tehát nem is megfelelőek ezek a nagy intézmények. 15-16 van Magyarországon, és van egy közös hálózatunk, a Majorság hálózat, aminek 18 tagja van. Csak egyelőre. És a többség már működtet ilyen kis szociális intézményt. A
néhányan pedig tervezik és szeretnének, hogyha a pályázati lehetőségből ezeket el lehetne indítani. De hozzá kell tenni, hogy azért ez a lakótthoni verzió, ez nem az egyetlen megoldás a felnőtt támogatásnak. Sok helyen lehet erre jó példákat látni, és hogyha az a kérdése, hogy az állam hogyan vesz ebben a történetben részt, akkor azt azért nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezelőtt, azt hiszem, hogy 4 évvel, vagy 5-6 évvel az Autisták Országos Szövetsége, amelyik most volt 25 éves, összeállított egy úgynevezett autizmus országos stratégiát, amely stratégiát az akkori parlament minden pártja egyöntetően elfogadott, és örökre kötelezőnek tartotta magára nézve, hogy az autizmus stratégiának bármely pontjába, vagy valamely pontja itt mindig a kormányzás alatt támogatni fogja, és ez így megy sorozatban végig, úgyhogy most is van egy több óriási nagy projekt, állami támogatás, EU-s pályázati pénzek, hatalmas összegek mennek autizmus ellátás javítására. Tehát az állam is részt vesz ebben a történetben. És azt gondolom, hogy ezekről a projektekről és egyéb kérdésekről majd egy másik alkalommal kell folytatnunk a beszélgetést. Én köszönöm minden négyüknek, hogy befáradtak hozzánk. Jó munkát kívánok önöknek és kollégáiknak egyaránt. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ahogy ígértem, folytatódik tovább magazinműsorunk, mégpedig a szokásos polgármester interjúval. Köszöntöm nézőinket, önök a Péntektől Péntekig című műsorunkat látják, és benne mindenkori házigazdánkat, dr. Puskás Tivadar polgármestert, Szombathely első emberét. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Mielőtt erről a mostani zsúfolt hétről beszélgetnénk, én hadd kérjem arra, hogy egy kicsit emlékezzünk vissza a hétvégére, ami ugye Szent Márton emlékezetének jegyében telt, méghozzá nagyon sikeresen, amennyire hallani lehetett. Szent Márton szellemében telt el a hétvége, szellemiségében telt el a hétvége. Nagy öröm volt az, hogy pénteken a lampionos felvonuláson, a vespeláson annyian vettek részt, mint még soha, és olyan szellemiségű volt az ünnepség, ami után megérdemelhetjük azt, hogy kimondjuk Szombathely Szent Márton városa. A díjkiosztó gála is szerintem egy jó sikerült műsor volt. Azokat a példaképeket láttuk, akik Szombathely példaképei. A kellemes és jól sikerült hétvége után aztán kezdődött a munka, és mindjárt ugye a parlamenti munkáról kellene néhány szót ejtenünk. A hétfői nap szokásos parlamenti plenáris üléssel telt, a szokásos törvényhozás zajlott. Annyit érdemes kiemelni, talán a pénzügyi rezsicsökkentés jegyében zajlott, hiszen a 150 ezer forintig havi kétszeri alkalommal ingyenes lesz a pénzfelvétel. Annyit azért hadd jegyezzek meg, és erre mindenki figyeljen, hogy előtte regisztrálni kell, ugyanis a január 1-től induló programban akkor vehetnek részt az emberek, hogyha a banknál előtte regisztrálnak, úgyhogy erre figyeljen mindenki. Ez volt az egyik. A másik keddi napon a költségvetésnek a vitája, részletes vitája zajlott. Ennek csak az elején tudtam részt venni, hiszen igyekezni kellett haza. A lényeg az, hogy a költségvetési módosító indítványoknak a tárgyalása zajlik ilyenkor. A költségvetési módosító indítványok között rengeteget beadtak az MSZP képviselői. Olyanok, amelyek szó szerint a 2008-2009-es általunk beadott módosítók voltak. Számos olyan módosító volt közöttük, módosító indítvány, amely már azóta meg is valósult, úgyhogy látszik a taktika. Azt, amit ellenzékből akkor tettünk és csináltunk, mert nem tették meg a dolgokat, azokat hozzák most vissza
és hát ezt látjuk aztán ugye természetesen Szombathelyen is. Azt kéne megnézni, hogy ezeknek a jelentős részét már mi kormányzat alatt végrehajtottuk. Egy emlékünnepségen is részt vett polgármester úr a keddi nap folyamán. A kedden azért kellett sietnem vissza, mert Pető Ernő kórház alapító főorvosnak az emlékünnepsége volt. Ugye Pető Ernő annak idején 1929-ben alapította a Markusovszki kórházot, akkor nyílt meg a Markusovszki kórház, és hát az ország egyik legmodernebb kórháza volt akkor, ma is sok mindenben az élen járunk. Na, ez az ünnepség volt, ide igyekeztem vissza. A szerdai nap egy tisztségviselői értekezlettel és egy korábbi sajtótájékoztatóra adott reagálással kezdődött. Valóban tisztségviselői értekezlet volt, és nagyjából a tisztségviselői értekezlet idején zajlott az előbb már emlegettem MSZP sajtótájékoztató. Ez arról szólt, hogy ők mit javasolnak adócsökkentésként. Örömmel láttuk, hogy azok a táblázatok jelentek meg, amelyet mi az előző héten a tisztségviselőin tárgyaltunk. Időközben aztán már az előterjesztés is elkészült ezen ügybe. Egy kicsit változtattunk mi azon, az egy első munkaanyag volt. Hát ahhoz képest egy kicsit kedvezőbb az előterjesztés, ami már akkor elkészült. Folytatódott a szerdai nap sokféle eseményen, ugye részt polgármester úr egy természettudományosi labor avatásán, ugye a megyei szociális nap is szerdára esett, Békás polgármesterét fogadta itt a Városházán, volt egy köszöntő, sőt még oktatásra is jutott idő. Hát igen, szerdai nap az eléggé zsúfolt volt, akkor kezdjük. Egy pályázat keretében öveges program címet viselte ez a pályázat. Kanizsai Dorottya gimnázium, valamint az önkormányzat közösen pályázott mintegy 320 millió forintra. Úgy gondolom azért is nagyon fontos ez, hiszen ez egy természettudományi képzési centrum lehet, és a szombathelyi műszaki képzés, ami egy nagyon fontos dolog, ezért próbáljuk a műszaki képzés felsőoktatási részét is megteremteni itt a városban, ez egy kitörési pontja a Szombathelynek. Na, ehhez a műszaki képzéshez megfelelő alapul szolgál a természettudományi képzés. Tehát ez volt egy esemény. A szociális napot szíveskedett említeni. A szociális nap ünneplése keretében kitüntetések átadására került sor a Negyeházán kormányhivatallal, a Vas megyei önkormányzattal közösen vettünk részt ezen a rendezvényen. Elismerésben részesültek azok, akik a szociális tevékenységet végzik. A szociális munka mindig nagyon fontos része a társadalomnak. Egy társadalom erejét az mutatja, hogy a rászorulókkal hogyan bánik. Szerencsére Magyarországon, szerencsére Szombathelyen, szerencsére Vas megyében. Ez én úgy gondolom, hogy jó színvonalon történik. Utána Békás polgármesterével találkoztam. Békásról annyit kell tudni, hogy nem messze itt a pápai kistérségben, Veszprém megyében lévő község, ott van eltemetve Hollán Ernő, és ennek kapcsán beszéltünk polgármester úrral esetlegesen valamiféle közös rendezvény megtartása ügyében. Nagy élményben volt részem, ugyanis találkoztam Minier Tibor úrral, 95 esztendős, teniszezik, aktív, autót vezet, jókedvű, és előtte az élet. Meg is állapodtunk abban, hogy 5 év múlva ugyanilyen állapotban, ugyanilyen státuszban találkozunk. Ő is úgy gondolta, hogy ez így lesz, hát én is úgy gondolom, hogy így lesz, úgyhogy maradjunk abban, hogy nagy élmény volt. Ez egy nagyon jó nap volt, ugyanis hát oxiológia oktatással, sürgősségi orvostan oktatásával fejeződött be. A csütörtöki nap reggelén a Szombathelyi Haladás játékosainál tett látogatást polgármester. Csütörtökön reggel a Haladás öltözőjében jártam, megbizonyosodtunk arról, hogy bizony rettenetesen rossz körülmények között vannak a fiúk. Minden esetre gratulált
jutottunk az elért eredményekhez, és hát a városnak a segítségét ajánlottuk föl részben egy téli edzőtáborozásnak a segítésében, részben pedig plusz támogatás adásával próbáljuk a haladás labdarúgó csapatot segíteni. Megérdemlik, hiszen igen jó eredményt értek el most ez alatt az ősz alatt. Különösen azt értékeltem, vagy értékelem ebben a teljesítményben, ebben a nagyszerű teljesítményben, amit most ősszel produkáltak a játékosok, hogy az emberek egy része úgy van, hogy jó körülményeket akar, és azt mondja, ha jó körülmények lesznek, akkor majd jót produkálok. Igazában az én szemléletem szerint pedig produkálni kell valamit, és akkor utána a jó körülményeket már szívesebben megteremtik azok, akik ezt megtehetik. Én ezt a szemléletet látom most a haladás játékosainál, és ez szerintem egy követendő szemlélet. A munka alapú társadalomnak az alapja. A csütörtöki napon egy katonatörténeti kiállításon is részt vett polgármester úr. Az Aréna utcai katonatörténeti kiállításon az 1848-49-es szabadságharc egyik egyenruhájának átadása történt alapjában véve. Az egyenruhát a Teleki Blanka iskola szakközépiskolának a diákjai készítették el, és hát az önkormányzat finanszírozta. Szerintem mindenképpen nagyon fontos dolog a múzeum. Nagyon fontos dolog a múzeum, hiszen arra tanít, hogy a múltat tiszteljük, arra tanít, hogy nézzük meg, hogy elédeink mit csináltak. Ezen az eseményen a rég múltban néztek, és aztán volt még aznap egy másik, amikor hát a múltba, talán egy kicsit közelebbi múltba, hiszen egy kerek évfordulót ünnepelt a mozi is. 40 éves a Szavária mozi, maradjunk ebbe, és ennek az ünnepségnek a lazári alpolgármester úr volt a szónoka. A lényeg az, hogy itt fejlődik a mozi jó néhány helyen, Szegeden, Zalaegerszegen, itt-ott bezárt, hiszen a digitalizációja nem történt meg a mozinak, és a manapság olyan filmek vetíthetők, amely ezzel a módszerrel vetíthető. Hát itt Szombathelyen megtörtént a digitalizációra történő átállás. Igaz, hogy ez olyan 100 millió forint körüli összeget jelent, aminek persze hát a nagyobbik része az pályázati pénz volt, de minden esetre az önkormányzatnak is segíteni kellett a végső kialakításban. De hát maradjunk abban, hogy Szombathelyen van mozi. Szombathelyen továbbra is működik a mozi. Szerintem ennek örülni kell. A mozi és filmszerető közönség nyilvánvalóan örül a filmszínház fejlődésének, és hasonlóan nagyon sokan örülnek és sokakat érint az a városi rehabilitációs program, illetve két program is, amelyről ugye pénteki napon számol be. Az IBS 2, illetve az IBS 3 névre hallgató pályázatoknál részben az aláírás, illetve az ünnepség keretében történő aláírás lesz. Ez azt jelenti, hogy az Operint utca kereszteződésénél lévő épületek, illetve az úttest, illetve a világító eszközöknek az átalakítása történik meg. Ez mintegy 420 millió forint értékű, és a másik az IVS 3, az pedig a csónakázó tó és környékének átalakításáról szól. Ez 700 milliót meghaladó összegű pályázat, aminek a kivitelezése indul meg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy épül-szépül Szombathely, és hát ez is beletartozik. A városrehabilitációs program bejelentése, ünneplése mellett van még egyéb esemény is erre a napra. Még több is. Az a helyzet, hogy délután a Tolerancia Fesztivál kezdődik Szombathelyen.
ez egy Amerikából indult, 20 évvel ezelőtt Amerikából indult rendezvény, amely most először kerül megrendezésre egy Szombathelyen, a helyszíne a Vörös Sándor Színház lesz. Ezen kívül a mai nap estéjén ismét megtelik az aréna, hiszen Kálmán László, ahogy is mondjam, búcsú mérkőzése lesz, tehát Kálmán Lászlót a szerintem legnépszerűbb szombathelyi kosarast, a válogatott játékost búcsúztatja el a közönség. Ezen kívül persze lesznek még események ma is, tehát pénteken is, meg a hétvégén is. Ez a zsidó fesztivál keretében történik. Az egyik ilyen esemény Hamburger Lászlónak a köszöntése lesz. Ő egy kalandos, hosszú, nehéz élet után jutott vissza Szombathelyre, és most 90. születésnapját fogjuk ünnepelni a zsidó hitközségnek a székházában. A másik esemény ehhez kapcsolódóan, tehát a zsidó héthez kapcsolódóan, ez vasárnap lesz, amikor vasárnap délután, illetve vasárnap este az immáron azt hiszem hagyományosnak is mondható zsidó ételekből, illetve kulturális bemutatóból álló vacsorán veszünk részt. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet a nézőknek. Nézőink figyelmét én is köszönöm, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra. A Szombathely ma is véget ért, köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Stihl Ruhagyár.